Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök március 4-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Slaraf lovagok Tatán, könyvemutató az Eszterházy kastélyban. A vidékfejlesztési programra és a magyari tervre is felhívták a gazdák figyelmét. Világsztárok a színpadon, farsang a peronban. Gólokban gazdag mérkőzés zárt a TAC kézilabda csapata. A Slaraf mozgalom történetében és a titkos társaság eredetében nyerhettek bepillantást azok az érdeklődők, akik részt vettek Bálint Csaba könyvének bemutatóján az Eszterházy kastélyban. Az eseményen a magyarországi és a helyi Slaraf fia legendáját ismertették, valamint a mozgalom néhány németországi képviselője is tiszteletét tette a rendezvényen. A Slaraf lovagok titkos társaságának története Prágából indult, a társadalmi, szociális, valamint kulturális közegből, majd később Európa egész területén elterjedt a mozgalom. A tagok fő célkitűzése a művészek és a különböző művészetek támogatása, valamint a társadalom jobbátétele volt. Mindezt öniróniával és humorral fűszerezve tették. Bálint Csaba több évtizedes kutató munkájának és megjelent kötetének köszönhetően ismerhették meg az érdeklődők a slarafok eredetét és a tevékenységét. Európában 1850-es évek végén a társadalmi, politikai helyzet könnyebbé vált, viszonylagos jólét köszöntött be, iparosok, kézművesek egy kicsit a társadalomba könnyebben illeszkedtek, több maradt szórakozás és egyéb dolgokra. Ez a Biedermeiernek a kora volt, és Prágában néhány művész, kézműves, nemes összejött, és kitalálták, hogy létrehoznak egy olyan szervezetet, ami az ő saját szórakozásukról, és esetleg a társadalom jobbításán, vagy épp a jótékonykodásról szól. Ez lett a Slaraffia. A Slaraffia szó egy német szó, a Slaraffenland, ami egy államországot jelent, ugye nálunk az Eldorado az ismertebb név, és így elnevezték saját magukat Slaraffoknak. Tatán követve ezt a tendenciát, ugye itt, ahol most állunk, itt tőlem jobbra volt valamikor a színház épülete, ahol különböző művészek, rendezők, zenészek dolgoztak, akik egész Európát bejárták, és Eszterházy Miklós József 1891-ben biztatására létrehozták Corvinus Burgot, vagyis a tatai Slaraffia Tataenzist. A burg szó minden esetben a összejöveteli helyet jelenti. Itt még nem találtunk, nagyon kevés írott anyag maradt fenn, ráadásul Eszterházy Miklós volt akkor ember, hogy ezt a szervezetet sehol nem jelentette be hivatalosan, csak a Slaraff világon belül tudtak hivatalosan a létezéséről. A két városban, Tatán és Tóvároson tudták, hogy létezik ez a dolog, de maguk közé igen keveseket engedtek be. Tatán, ugye Eszterházy Miklós József 1897 első felében meghalt, és onnantól sajnos lefelé ment a Slaraffiának a világa. 1903. január elején teljességgel megszűnt a utolsó megmaradt pénztárukat. Ezt a újságból tudjuk, hogy a Piarista Gimnázium diákjainak ajánlották fel. 1990-ben kaptam egy levelet egy budapesti gimnázium igazgatótól, hogy ugyan már létezett ez a Slaraffia Tatán, én akkor ismerkedtem meg vele. 34 év alatt jutottunk el oda sokan, hogy ezt a könyvet, egy róluk írt könyvet meg tudom jelentetni. Hálásan köszönöm a szponzoroknak, a Nordárt, Nagel Balázsnak, a Kunyidomokos Múzeumnak és több magánszemélynek, akik segítették ezt a munkát. Külföldről, a Slaraffoktól is kaptam segítséget. Ma a világban, minden országban, minden földrészen működik Slaraffia. Erősen bízunk benne, hogy egy év múlva találkozunk, akkor már Tatán is újra fog működni ez a szervezet.
Komárom Esztergom vármegyében is lecsapódnak azon gazdasági folyamatok hatásai, amelyeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szakmai fórumán jelentős problémaként vetett fel korábban. A Kamara megyei elnöke ugyanakkor kiemelte, a helyi gazdák jól gazdálkodnak a lehetőségeikkel. A helyben tapasztalható problémákra és az Európai Unió szintjén zajló folyamatokra is keresték a válaszokat és a megoldásokat február 29-én a volt Piarista rendházban összegyűlt szakemberek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége mintegy 70 olyan egyeztető fórumra készül a gazdákkal, ahol ezekkel a témákkal foglalkoznak. Nálunk is probléma a kereskedelem, nálunk is gond az ukrán gabona kérdése. Nagyon nagy gondot jelent a termelőknek az értékesítés, a tárolás, a raktározás, ezeknek a megemelkedett költségei, és hát a másik, hogy a piacok megszűntek ezekkel a termékeknek az országba, illetve Európába való beérkezésével, még akkor is, hogyha jó részében nincsenek itt az ország területén, de Európa piacait elfoglalják, és így gyakorlatilag a mi kereskedési lehetőségeink is nyilvánvalóan korlátozódnak. Marad a belső piac, vagy esetleg néhány olyan kurens terület, ahol esetleg még lehet értékesíteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy katasztrofálisan rossz állapotban lennénk. Általában azért azt mondhatom, hogy mi vármegyénkbeli gazdálkodóink állapota jónak mondható. A cégekre is azt állíthatom és mondom, hogy jól gazdálkodnak, és hazai piacokon jó állásokat foglalnak el. A társaságok korábban a vidékfejlesztési program pályázataival is jól gazdálkodtak, ezeket és további új támogatási lehetőségeket is a figyelmükbe ajánlottak a rendezvényen. Hála Istennek Tata nem veszítette el a mezőgazdasággal való kapcsolatát, és hála Istennek a tatai gazdák és a környékben élő gazdák a mi környékünkön lévő mezőgazdasági területeket a legjobb tudásuk és munkájuk alapján szépen gondozzák, ezért nagy-nagy köszönet nekik. Nagyon fontos az is nekünk tataiaknak, hogy itt működik a Jávorka Sándor mezőgazdasági szakközépiskola, ami azért is fontos, mert Magyari Zoltán nagy-nagy erőfeszítésének köszönhetően működött és jött létre ez az intézmény, és azóta is rendre termeli, képzi azokat a fiatalokat, akiknek az a dolguk, hogy megtanulják, hogyan kell a Jóisten által adott teremtett világgal olyan módon barátságban élni, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle úgy, hogy közben nem sanyargatjuk, hanem szeretjük azt a csodálatos adományt, ami a Földet jelenti. Hálás köszönet tehát így a kamarának is, és a gazdaköröknek, azoknak a közösségeknek, akik őket összefogják és segítik abban a munkában, hogy egyrészt anyagilag a támogatásaikat meg tudják kapni, megszerezzék, másrészt pedig a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak termelni, és így a családjukat fönn tudják tartani, sőt sokaknak munkát tudjanak adni itt a környékben. Rendhagyó módját választotta idén a farsangolásnak a peron. A tehetségközpontban ezúttal diákok, tanítványok és maguk a vezetők is úgy léptek színpadra, hogy a performance egy-egy legendás együttest, énekest idézett meg, nem csak a dallamok szárnyán, de látványban is. Ezúttal nem csak hangban és zenei tudásban igyekeztek a peronosok a világsztárok nyomába érni. A farsangi hangulatot azzal koronázták meg, hogy a választott előadónak vagy együttesnek fizikailag is beöltözve örvendeztették meg a közönséget egy különleges estével. Itt volt nálunk Adele, a Green Day zenekar, de olyan produkciók is színpadra léptek, mint az ABBA, úgyhogy nyilván méltán megünnepeltük ezt a farsangot, de fontos, hogy nem az igazi ABBA volt, hiszen az nagyon-nagyon sokba került volna, és ők már csak az O2 arénában lépnek föl hologram formájában Londonban, hanem a peronos növendékek, tanárok jelentették meg ezeket a zenekarokat, és gyakorlatilag 8 performance-ot láthattunk különböző stílusokban, és szuper, hogy ennyire kreatívan fogták meg
a diákok és a tanárok ezt a farsangi dolgot. Ami ehhez nagyon hasonló szokott lenni, ez a halloweeni koncertsorozatunk, csak akkor általában minden nagyon véres szokott lenni. Nagyon szuper volt, tök jó élmény volt. Külön érdekesség az, hogy most erre a produkcióra a Tibit is felrengattuk a színpadra, a Peronnak a vezetőjét, illetve én is most éppen mikrofont ragadtam, nem csak gitároztam, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és közeli élmény volt, hogy újra frontemberként lehetett helytelni a színpadon. A farsang zárultával a csapat már is a tavaszi projektekre koncentrál, hiszen profi előadókból és a diákok koncertjeiből sem lesz hiány a következő hónapban. Érdemes folyamatosan jönni a Peronba, hiszen most már itt a tavasz, elindul a klubkoncert szezon, és a Peron Music Club folyamatosan koncerteket fog ide prezentálni a kedves helyieknek, úgyhogy érdemes jönni a különböző peronos bulikra, például lesz Lóci LC koncert, illetve Kis Csillag koncert, a suli részére pedig visszatérve minden hónapban van diákok által rendezett klubkoncert sorozatunk, ahol most nem sima, nem tematikus koncert lesz a következő hónapban, illetve elindult újra a Jam Session sorozatunk, úgyhogy minden kedves zenélni vágyót várunk, vagy zenehallgatni vágyót várunk ide a Peron Klubba, hiszen itt föl is lehet állni a színpadra, és bizony lehet közösen muzsikálni tanárokkal, diákokkal, bárki, akinek van kedve énekelni, gitározni, dobolni, bármit csinálni, jöhet a Jam Sessionokra, hiszen mindenki számára nyitott, és ez nagyon-nagyon érdekes élmény, úgyhogy gyertek, mert Jamani viszont király. Sikeres mérkőzéssel búcsúztatta a februárt a Tatai Atlétikai Klub kézilabda szakosztálya. A serdülő csapat legutóbb 100 Halombatta ellen lépett pályára, amely tatai mérkőzés 43-31-es hazai győzelemmel zárult. A fiatalok március első szerdáján ismét bizonyíthatnak. Gólokban, védekezésben és sikeres összjátékban sem volt hiány a TAC kézilabda szakosztályának serdülő mérkőzésén. Az U18-as csapat 43-31-es hazai győzelemmel zárta a játékot 100 Halombatta ellen. A helyzetekben és cserékben gazdag meccset Vas Ákos edző értékelte. Igazából azt hittem, hogy erősebb sorra fognak jönni, mert ugye amikor náluk játszottunk, akkor azért nem ezek a gyerekeken játszottunk, sokkal jobbak voltak akkor. Nyilván beszéltem velük, mondták, hogy sokan hiányzó, mondtam, nyilván nálunk is volt egy 2-3 gyerek, de nem annyi, mint náluk. Úgyhogy arra készítem, hogy az elejét azt meghúzzuk, toljuk meg, rakjunk közé egy jó 10-es különbséget, és akkor utána már tud játszani mindenki hozzá tud tenni. Úgyhogy igazából ez volt az elképzelésem, amint már tudtam az infot, hogy mindenkit akarok játszatni, és nem csak 2-3 perceket, hanem azért jó 20-25-30 perceket. Mondtam nekik, hogy fussunk, attól függetlenül, hogy most gyengébb az ellenfél, tiszteljük meg azzal, hogy mi megmutatjuk azt, amit tudunk. Hál' Isten ki is jött ez, nyilván volt még azért egy-két hiba, néhány ilyen koncentrációs hiba, de azt inkább annak tudom be, hogy kicsit elkönnyelműsködtük néhány percet, de azon kívül jó volt minden. Mindenki hozzátett, aki kevesebbet játszott, eddig az is. Szóval nagyon örültem neki. Egész héten jó véletezéseken is, szóval imádkoztam azért, hogy nehogy az legyen, hogy akkor most a héten jó vélet hétvégén már rosszul fog védeni, de áthozta ezt így végig, és parádés teljesítmény jutott szerintem. A kapuban ez alkalommal Lackó Leventének kellett teljesíteni a mind a két fél időben, aki sikerrel vette a feladatot, hiszen több mint 20 alkalommal akadályozta meg az ellenfél gólszerzését. Először is köszönjük szépen a szurkolóknak is, akik kilátogattak. Úgy gondolom, hogy az első fél időt nagyon jól tudtuk kezdeni, mind a csapat, mint én. Nagyon jó védés százalékot tudtam összehozni. Megkérdeztem a statisztika vezetőtől, 50%-ot mondott. Sajnos a második fél időre kicsit rontottunk, elfáradtunk, sajnos nagyon kevesen voltunk, és nem volt kapus kollégám is. Melantos Nimrod hiányzott, innen is gyors felépülést kívánok neki. A kapus edzőnk sajnos nincs egyelőre, külön szoktunk készülni, mint kapusok, edzésen belül, amíg a mezőnyjátékosok labdatechnikáznak. Ifibe egyelőre még nem játszottam, de azt tudom, hogy nagyon jól védenek, és innen is gratulálok nekik is. Remélem egyszer még akár ebbe az idei szezonban is be tudok mutatkozni. A serdülők legközelebb idegenben teljesíthetnek, március 6-án Gyál csapata ellen lépnek pályára a TAC játékosai.
Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel hirdett Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata idén is képzőművészeti pályázatot 12 és 20 éves fiatalok számára. A motto a végtelenbe és tovább. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarellel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített legfeljebb 50x70 cm méretű alkotásokat. A tapasztalatok szerint a képkeretbe rendezett alkotásokat a tervezett kiállítás miatt örömmel fogadják a kiírók. Az alkotásokat április 15-éig adhatóak le a Városházán Csertek István ifjúsági referens részére. Folytatódik a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Filmklub programja. Az ingyenes rendezvényen Fábri Zoltán az 5. Pecsét című alkotását tekintheti meg a közönség március 6-án délután 16:30-tól a Volt Piarista Rendházban. A klubot Fehér Anna Orsolya vezeti majd. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. Slaraf lovagok Tatán, könyvemutató az Eszterházi kastélyban. A vidékfejlesztési programra és a magyari tervre is felhívták a gazdák figyelmét. Világsztárok a színpadon, farsang a peromban. Gólokban gazdag mérkőzés zárta a TAC kézilabda csapata. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök március 4-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Tallózó műsorunk következik. Friss hírekkel pedig legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra! Thank you.